Kellemetlen lehet, hogy hónapokon, akár éveken át dolgozol valamin, majd amikor végre átadhatod a célközönségnek és elkezdhetnél vele pénzt keresni, felmerül valamilyen probléma, ami miatt az egész, minden befektetett munkád semmissé válik. Nem csak a fiatalokat védő hatóságok dönthetnek úgy, hogy blokkolják egy játék forgalmazását, jogi konfliktusok, súlyos technikai problémák, fogyasztóvédelmi okok is állhatnak a háttérben. A legújabb videónkban szereplő játékokat nem tiltották be, megjelenhettek, de valamilyen oknál fogva vissza kellett őket vonni. A digitálisan terjesztett címek esetében ez könnyebb volt, de azoknál, amiket lemezen adtak ki, komoly logisztikával járt a megsemmisítés. Sok ütést kapott bizonyos köröktől megjelenésekor az egyébként óriási sikert arató Grand Theft Auto San Andreas, hiszen a franchise ekkor már ismert volt nem csak a játékosok, de az erőszakos játékok ellen tüntetők számára is. Erőszakossága miatt azonban, ahogy elődeit, úgy ezt sem sikerült elgáncsolni. Azt, hogy meg kellett semmisíteni a játék egyes példányait, nem ez idézte elő, hanem a fejlesztők hanyagsága. A megjelenést követően modderek észrevették, hogy a kódban rejtett sorok maradtak, amiket szabályok szerint játszva nem, csak némi trükközéssel lehetett előhívni, azonban akinek úgy sikerült, egy perverz minijátékot játszott. A főszereplőt CJ-t irányíthatta szexuális aktusok során. A Hot Coffee botrány következtében az amerikai korhatárbesorolási bizottság, az ESRB a lehető legdurvább kategóriába sorolta a játékot, a fogyasztóvédelem pedig perrel fenyegette a Take-Two-t, így az kénytelen volt visszahívni a hibás példányokat a boltokból, majd kiadni egy javított változatot, amiben a minijáték már semmilyen formában nem volt elérhető. A Silicon Knights csapata néhány egészen élvezhető játékot is készített, köztük például a Blood Omen, Legacy of Kain-nel, a GameCube-os Eternal Darkness-szel és az első Metal Gear játék The Twin Snakes címet viselő remake-ével. Azonban a 2010-es évek elején a srácok csúnya ügyekbe keveredtek. 2007-ben beperelték az Epic Games-t az Unreal Engine 3 miatt, amivel részben az volt a bajuk, hogy nem a korábban ígért időpontban jelent meg, részben meg az, hogy a motor mellé kiadott dokumentáció hiányos volt, ám az Epic visszaperelte őket, mondván tudniuk kellett, hogy a funkciókat folyamatosan teszik majd elérhetővé, ahogy haladnak a Gears of War fejlesztésével, valamint bizalmas információk közzétételére, illetve az Unreal Engine 3 kódrészleteinek saját motorjukban való felhasználására sem voltak jogosultak. Az ügy 2012-ben zárult, az Epic nyert, minek következtében a 2008-ban kiadott Too Human és a 2011-ben debütált X-Men Destiny minden egyes el nem adott példányát meg kellett semmisíteni, hiszen ezek mind jogosulatlanul használták az Epic szellemi tulajdonait. A Silicon Knights 2014-ben csődbe ment, és bár a Too Human ma már újra elérhető, mi több, ingyenesen lehet letölteni Xboxra, az X-Men Destiny végleg az enyészeté lett, csupán néhány példány kering még az eBay-en. Ritkán látunk akkora balhét, amiben a Batman Arkham Knight keveredett 2015-ben. Míg a konzolos változatok alapján a Batman központú sorozat legfrissebb része méltán került az előző konzolgeneráció legjobb játékai közé, a PC verziót a Warner Bros. Vállalhatatlan állapotban adta ki. Technikai problémák tömkelege szennyezte az élményt, gyakorlatilag játszhatatlan volt, ezért a megjelenés után egy nappal felfüggesztették az árusítását a Steamen, és visszavonták a PC-s verziót a boltokból is. Végül csak októberben tudtak kiadni belőle egy javított változatot, ami nem volt tökéletes, de legalább működött, és nagyjából azt az élményt kínálta a PC-seknek, amit a konzolosok már júniusban átélhettek. A portért felelős Iron Galaxy-nak nemrég egyébként egy másik balhéja is volt. Ők hozták össze a The Last of Us Part 1 számítógépekre írt verzióját, ami förtelmes lett, és folyamatosan gigantikus patchekkel javítgatják, de legalább meg lehet venni. Vagy ez sovány, igaz? Jöjjön egy kevésbé ismert játék egy közismert kiadótól. A Codemasters és az Oliver Ikrek szándéka nemes volt. 1988-ban egy sportolókat segítő szervezetre, a Sport Aid-re szerették volna felhívni a figyelmet egy Amstrad CPC-re, Commodore 64-re és ZX Spectrumra kiadott játékkal, amelynek összes bevételét a szervezetnek szánták. A The Race Against Time-ban a szudáni futó Omar Khalifa szerepében kellett 6 kontinensen meggyújtanunk egy-egy lángot, elfutva a Buckingham palota, a Sydney Operaház és a Rushmore hegy előtt, kerülgetve a különféle, területenként változó akadályokat. Alapvetően egész élvezetes volt, a célját viszont nem ért el. Bár 1 millió angol font gyűjtése volt a cél, ezt messze nem sikerült elérnie. Ráadásul még a Sport Aid is összeomlott, miután 2 milliós tartozást halmozott fel.
ez nem tett jót a Codemasters megítélésének sem. És hogy még jobban fájjon az egész, a megjelenés után nem sokkal be kellett darálni, mivel a borítón Jesse Owens szerepelt, akinek képét engedély nélkül használták fel. Utána lecserélték Carl Lewisra, aki ezért semmit nem kért, így adták ki ismét, de ez a helyzetem már nem segített. Ha esetleg az eBay felé tévedtek és rákerestek a Stadium Event címére, láthatjátok, hogy a játék eredeti példányait több százezer forintért kínálják, de van olyan darab is, aminek 41 millió forintért keresnek új tulajdonost. Az észak-amerikai kiadásból nem tudni, hogy mennyi, de feltehetően nagyon kevés került forgalomba. 1987. szeptemberében jelent meg, majd miután a Nintendónak megtetszett a táncszőnyegre hasonlító Family Fun Fitness Pod kiegészítő, nem árulta tovább az eredeti kiadást, World Class Track Meet néven jelentette meg újra 1988-ban a játékot, a Nintendo PowerPad-re átkeresztelt kiegészítővel együtt. Pletykák szerint 2000 darab készült, amiből csak 200-at küldtek a boltokba, de a részletek ködösek. Azonnal folytatjuk a megsemmisítésre vagy visszavonásra ítélt játékok listáját, de előtte még arra szeretnék kérni benneteket, hogy dobjatok egy lájkot erre a videóra, illetve iratkozzatok fel bátran a csatornánkra, ha tetszik, amit láttok. 2001. szeptember 11-én szörnyű tragédia rázta meg a világot. Terrortámadás érte az Egyesült Államokat, a New York-i World Trade Center jellegzetes ikertornyaiban repülőgép szállt. Ennek következtében számos filmet, sorozatot és természetesen videojátékot is elhalasztottak, vagy módosítottak. Volt, amit még időben át tudtak alakítani, például a GTA 3-at, és volt, aminek a gyártását le kellett állítani, átírni a fájlokat, majd újra a másolóba küldeni. A Spider-Man 2 Enter Electro szeptember 18-án jelent volna meg, és a legvégén Pókember a világkereskedelmi központról mintázott felhőkarcoló tetején harcolt volna, de a megjelenés napján az Activision bejelentette, hogy a játék csúszni fog, az áldozatok és hozzátartozók iránti tiszteletből eltávolítják a problémásnak ítélt részeket. Pályákat neveztek át, átvezetőket változtattak meg, és persze az utolsó összecsapás is másképp alakult. A Little Big Planet egy nagyon bájos játék, főszereplője, Sackboy hamar a PlayStation 3-as játékosok szívéhez nőtt. A kritikusok is dicsérték, a játékosok izgatottan várták a megjelenését, ám egy muszlim gamernek ismerős szavak ütötték meg a fülét, amikor meghallotta az egyik betétdalt a bétában. Ebben ugyanis az iszlám vallás szent könyvéből a Koránból voltak hallhatóak idézetek, ami sértette a vallásos embereket, ezért a Sony inkább visszakérte a boltokba már kiküldött, de polcokra még nem került lemezeket, majd egy héttel elcsúsztatta a megjelenést. A kérdéses számot egyébként a botrány közepette alkotója, Tumani Diabate igyekezett megvédeni, ő az idézetekkel próbálta a vallása felé terelni a hallgatókat, és egyébként nincs olyan szabály, ami tiltaná Mohamed proféta szavainak ilyesfajta felhasználását, országában Maliban ez gyakori. Minden esetre a kiadó nem akarta megkockáztatni a megsértett gamerek haragját, a Little Big Planet pedig egy héttel később, ezen zenen nélkül is ugyanolyan jó játék lett. Néha előfordul, hogy ismerős elemek bukkannak fel egy-egy játékban, de olyan pofátlan plagizálást, amilyet a Majestic Studios elkövetett, nagyon kevesen mernek megkockáztatni. A 2007-ben megjelent Limbo of the Lost fejlesztését még a 90-es évek elején kezdték el, aztán többször is abba hagyták, amikor azok a platformok, amikre meg akarták volna jelentetni, olyan mértékben veszítettek a népszerűségükből, hogy a bukást inkább egyik kiadó sem kockáztatta meg. Végül 2003-ban nyúltak hozzá újra, a koncepciót megtartották, de sok elemet lecseréltek. Sajnos kreativitás hiány a helyszínek egy részét az Oblivionból vették át, emellett voltak a Sea Dogsból és a World of Warcraftból lopott dolgok, mi több, a Black and White 2-ből a kurzort emelték át, és a Thiefből is a megengedettnél durvábban inspirálódtak. A végeredmény borzalmas lett, a fejlesztő csapat több tagja is leköszönt a botrány után, a játékot pedig annak visszavonása után már nem kavarták meg, inkább a kukába dobták az egészet. Rajongók egy bootleg remake formájában emlékeztek meg róla, a Macarena of the Missing ennek állít emléket. A Little Big Planethez hasonlóan a Mario Party játékokról sem gondolná az ember, hogy bármi baj lehetne velük, de a Mario Party 8-at az Egyesült Királyságban kénytelen volt a Nintendo visszakérni a boltokból. A kiadó gyártási hibára hivatkozott, de viszont eladók arról számoltak be, hogy a visszavonás oka a spastic szó használata volt. Ez a briteknél szitok szónak számít, amit a fogyatékkal élőkre használnak. Később aztán a Nintendo is elismerte, hogy emiatt kellett kavarni. Lehetett valami akkoriban a levegőben, ugyanis a Ubisoft a MindQuest című agytornáztató PSP-s játékát ugyanezen szó miatt volt kénytelen visszahívni.
És hát egy ilyen listáról természetesen nem hiányozhat minden idők egyik legrosszabb játéka, a játékipart kis ilyen romokba döntő E.T. The Extraterrestrial, ami nem korának egyetlen rossz játéka volt, de szerepet játszott a piac 1983-as összeomlásában. A játékosoknak elege lett a borzalmas, összecsapott, élvezhetetlen, csak lehúzásra játszó címekből, így amikor megtudták, hogy az E.T. is rossz lett, már nem álltak érte sorba a boltokban. Az Atari nem tehetett mást, vagy legalábbis úgy gondolta, a megmaradt készleteket más, hasonló sorsú és megítélésű játékokkal együtt egy új-mexikói területen elásta. Összesen 728 ezer kazetta végezte ott. Ezt a temetőt 2014-ben feltárták. Az ott megtalált játék kazetták körülbelül 10%-a volt az E.T., a többi más, el nem adott címeket tartalmazott. Van szerintetek olyan játék, amit ugyan nem daráltak be, de megérdemelte volna, hogy a világ tudomást se szerezzen róla? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!